hogy jég, különleges helyzet van. Nem szoktam ilyesmit csinálni, hogy jegyzetet készítek előre a mondani valamról. De most fontosnak tartottam, hogy miért mások nevében is. Kaptam egyetlen egy kommentet, aki ugye leírt, hogy a Kerovilban volt műszak is, házi mozirendszerek, meg hifi, meg stb. És ő nem vállalt el ilyeneket, hogy kimenni házhoz, összeszerelni a hifi cuccot, hogy a házi mozirendszer, de egyszer belement ebbe a játékba. És én nagyon-nagyon megértem őt. Leírta, hogy belépett a lakásba, és húgy szag, ilyen öreg néni szag, a tévé mögött, amit le kellett cserélni, ott meg papagájtólak is így megígyezte, hogy gyerekkorában neki is volt hullámos papagája. Erre mondta a tulaj, hogy hát nekik 6 évvel ezelőtt meghalt a papagáj. Ami azt jelenti, hogy 6 évvel ott nem volt takarítva. Tehát felsorolok nektek néhány példát, hogy az embereknek miért megy el véglegesen attól a kedve, hogy más, tehát hogyha más így engem felhív, és eleve vagy föl sem veszem a telefont, vagy elutasítom. Néhány kirívó példát felsorolok nektek, hogy miért nem jó mehezetet. Ez a megcsömörlés. Sokan azt mondják, hogy de jó, mert te informatikus vagy számítástechnikával foglalkozol, és hogy meg tudsz javítani számítógépeket, meg mit tudom én, kimegyek másokhoz, mások otthonába beengednek, anyád menjen ki, majd a kurva anyád kimegy. Na most mindegy, jöjjön a lényeg. Azt mondja, hogy hát, oké. Bocsánat, fölírtam itt vagy 5-6 tételt magamnak, ami jelzésértékű lesz olyan emberek számára, akik elvárják, hogy szakemberek, például vízszerelő, gázszerelő, villanyszerelő, bárki betegye a lábát hozzá, és csodálkozik azon, hogyha felhívja, egyszerűen nem talál szakembert, nem fogja elvállalni a munkát, hát miattad nem fogja, tehát azok az emberek miatt nem fogja elvállalni a munkát, akiket most felsorolok. Tehát egyszerűen megcsömörlöttek az emberektől, tőletek, akiket most felsorolok, mert ti a saját otthonotokban elvárjátok azt, hogy én ki legyek téve olyan hatásoknak, amiket én nem szeretnék, ezért én soha többet, tehát ezt meg tudom nektek ígérni, hogy soha többet a lábamat be nem teszem senkinek a házába. Miért? Mert hogyha hozzám bejön valaki, elmúlt időkben volt itt vízszerelő, akkor volt mosógépszerelő, stb. Tehát volt, nálam járnak emberek, tehát bejönnek hozzám. De én nem teszem nekik ki, önmagukat ilyen élethelyzeteknek, amit ti, prostók, elvártok úgy, hogy tudjátok, hogy kimegyünk hozzátok. Tehát, következzék. Oké. Ezt nagyon könnyen elő tudom adni, mert erre emlékszem. Nem is titok, hogy melyik volt. Diós Jenő a település. Ugye menjen ki, lassú a számítógép, és ráadásul ezt tőlem vették. Az ember ilyenkor nem számít semmire. A legegyszerűbb dolgokra számít, hogy kimegyek a címre, megadja a címet, hát ugye már elvel ismertem, már jártam ott, és hogy belépek a házba, nem tartanak föl, hogy vegyem le a cipőmet, ne vegyem le a cipőmet, kérek-e kávét, kérek-e teát, üdítőt, vagy iszok egy felest, vagy stb., vagy eszek egy süteményt, vagy kérek ebéd, semmit, nem kérek semmit, a munkámat végezni szeretném, és minél rövidebb idő alatt, sőt, úgy, hogy ne szóljon hozzám senki, mert ha senki, ezt tényleg, ezt tudatosítsák magatok, na várjál, elmondom még egyszer, tudatosítsátok magatokban. Ha kihívsz magadhoz bármilyen szerelőt, ne szólj hozzá. A legegyszerűbb azért, mert ő a munkáját szeretné végezni, és csak mindenféle hozzászólással, hülye kérdésekkel, ami kurvára nem oda tartozik. Tehát az összes ilyen hülye kérdés, ez csak feltartja őt, tehát meghosszabbítja a munkaidejét, és te ezért nem fizetsz már neki. Na jó, kimegyek, bemegyek a
lakásban ugye a szokásos procedúra, ne vegyél a cipőt, kurva anyád, leveszem a cipőt. Vagy az enyémet. Tehát ezt hagyjuk már. Ezeken túl kell lépni, tehát én itthon a lakásban nem lépek be úgy, bakker, hogy nem veszem le a cipőt. Leveszem a cipőmet a saját lakásomban, a tiédben sem fogok másképp viselkedni. Tehát cipő levéve, ennyi. Tehát nem kell ott egy ilyen 10 perces procedúra, hogy a kabátját ide, nem is megyek kabátba, érted? Vagy, érted? Hagyjál már a cipőmmel békén, le fogom venni azt a kibaszott cipőt, ennyi. Belépek a szobába, ugye a szobában van a számítógép, szarszakban. Hát, érted, az embernek ilyenkor, hogy mondjam, jó, te a saját lakásodban élsz, én a saját lakásomban élek. Én is neveltem gyereket, de ha esetleg a kisgyerek nevelésem közben, amikor a bilin ül és szarik, vagy kinyitom az ablakot, amikor szerelőt hívok, vagy nem hozom olyan helyzetbe. De nem, itt megtörtént, kérek szépen beinvitáltak a szobájukba, ahol már ugye bekapcsolt üzemmódban volt a számítógép, és folyamatosan mutogatták, hogy állandóan kikapcsol. Mármint próbálták prezentálni, hogy mindig kikapcsol a számítógép, de voltak zavaró tényezők, hogy tőlem egy méterre egy gyerek, egy kisgyerek, egy-két éves gyerek, nem tudom mennyi, már az én gyerekeim nagyok, úgyhogy nem tudom mikor szartak utoljára Bilibe. Úgyhogy nem tudom megítélni, hogy mennyi idős volt a gyerek, de ott ült mellettem egy méterre, iszonyatosan nagy szarszag. És hát ilyenkor az ember, hogy mondjam, de próbál vagy félrefordulni, vagy levegőt visszafojtva koncentrálni a munkájára, és az emberke ott mögöttem próbálja nekem felvázolni, hogy mi a számítógép problémája, de nem az a számítógép problémája. Érted? Ő csak azt mutatja be, hogy mit lát. De nem az a problémája a számítógépnek, hanem, érted, hát csavarhúzó, oké, leveszem a számítógép oldalát, a ventilátor tele van porral, és benne egy kibaszott nagy mólylepke, tehát nem forog a ventilátor, ami azt jelenti, hogy bekapcsolja a számítógépet, a processzor túlmelegszik, lekapcsol. Újra bekapcsolja a számítógépet, ugyanaz fog történni. Tehát ő nem tudja megítélni, érted, mert ő csak a képernyőt nézi. A képernyő meg mi történik? Bekapcsolja. Tehát ilyenkor például, jó, ott ül mellettem a gyerek. A saját bögyölőjét markolásza, érted, meg így húzogálja, utána mellette van egy ilyen valami játék, sipogó valami kacsa, hogy a faszom tudja, bazd meg, és így nyújtja felem, hogy nézd, nem mondja, érted, meg nem tud még beszélni, de nézd, így vegyem át tőle. Úgy, hogy az előtte a bögyölőjét markolázta, és kibaszott nagy szarszag van, érted? És nekem fel kell ismernem egy problémát, a fickó, meg mellettem, kezdi felvázolni nekem, tehát minek hívott ki, hogyha ő tudja, hogy mi a gépnek a problémája, érted? Nem, ilyen körülmények között rá kell, hogy jöjjek, hogy leveszem a számítógép oldalát, és igen, tele van porral, mert kibaszott egy por van a lakásban, nem takarítatok, tele ment a ventilátor porral, meg benne van egy kurva nagy mólylepke, nem tud hűteni. Tehát ennyi az összes problémátok, meg eleve az, hogy nem tudtok emberként viselkedni, meg emberként felmérni azt, hogy hogyan kell, hogy mondjam, tehát ilyen körülmények közé nem kényszerítünk senkit, aki idegen, és behívom a saját lakásomba, mert ilyenkor az kell, hogy nekem, hogy mondjam, hát így finoman cizellál, vagy a kurva anyádat. Tehát ilyet nem teszünk egy másik emberrel. Tehát miért kéne nekem szerelőként, számítógépszerelő, informatikusként, akárhogy szólítjuk meg, megoldani egy problémát úgy, érted, hogy te kihívsz, kibaszott nagy szarszakba, érted, ott ül a gyereked, és markolásza a begyörőjét, utána meg odaadja a sipogó kacsaját a kezembe, hogy nézd, vedd el, játsszak vele, és utána az anyuka mit csinál? Belevigyorog a képenbe, hogy ugye milyen aranyos a gyerekem, és elvárja tőlem, hogy a faszát markolászó gyerek után átvegyem a sipogó kacsát. Na, ezért fejeztem be, végleg! Jön a következő példa, és innentől már csak súlyosabb lesz. Ígérem nektek, hogy egyre nehezebb esetek fognak jönni. Bakker, hát erre inni kell.
nem kaptam rozét, Rajnai Rizling, Rizling, vagy mi ez? Rajnai Rizling, Rizling. Már ittam egy ilyen üveggel, úgyhogy nézzétek el nekem, hogyha összecsúszik majd a betű, meg a stb. De egyre súlyosabb eseteket fogok nektek felvázolni, hogy mi a kurva anyátok, hogy nem mennek ki a szerelők hozzátok, miért nem vállalják el a munkákat, és hiába hívott fel, elutasít. Hát ilyenek miatt jön a következő, a fiatal pár enyelgése az ágyon, ezt átéltem személyesen. Hát bazd meg, erre mondom, inni kell, erre inni kell előtte, de mi a következő? Hát ez, valószínűleg ezért iszok. Ez rendkívül egyszerű eset volt, szintén telefon, autóba csapódok, Nógrád. Nógrád település, nem Nógrád megye, Nógrád település. Fiatal pár, szintén tőlem vásároltak egy számítógépet. Ezeket azért mesélem el, mert riasztó példa, és ebből tanulni kell, kötelezően tanulni kell azoknak az embereknek, akik csodálkoznak azon, hogy nincs munkaerő. Meg igen. Én sem megyek ki senkihez se. Hiába hívsz fel, nem megyek ki. Nem szeretem a meglepetéseket. Itt kimentem, kérlek szépen, újépítésű ház, és nagyon-nagyon kulturált minden. Csak ők nem voltak azok. Szintén, hát ugye beinvitálnak abba a helyiségbe, ahol... De ők szerencsére nem tartottak fel azzal, hogy a cipőjét ne vegyed, semmi, meg nem is kínálgattak semmivel szerencsére. Békén hagytak. Ellenben történt egy olyan incidens, ami szintén, olyan szinten olyan szinten elvonta a figyelmemet, ami egy életre meghatározó volt, hogy miért kell nekem ezt a munkát véglegesen abba hagynom. Hálószobában voltunk, asztali számítógép, webkamerával volt problémájuk, lassú a számítógép, lassú az internet, mit tudom én mi. Nekem ezek ilyen rutin feladatok, tehát öt lépésből áll, ha mit tudom én, nem jöttek volna be velem a hálószobába, hanem békén hagynak, és egy szót sem szólnak hozzám, 5 perc múlva ott sem vagyok, és ők mondhatni azt, hogy megelégedettek lettek volna a munkámmal, amit kifizetnek, mondjuk 2-3-4 ezer forint, de nem. Kérlek szépen, ezek a fejükbe vették, hogy elkezdik végignézni azt, hogy én mit csinálok, de szerencsére nem tettek fel hülyébbnél hülyébb kérdéseket, hogy 20 év tudását adjam át 5 perc alatt. Ehelyett, megmondom, mit csináltak. Lefeküdtek mögöttem a hálószobába, minek hívják ezt? Francia ágy. És elkezdtek enyelegni. Egyszer csak azt mondom, a fickó benyúlt a hölgynek a nadrágjába, kicsit le is tolta, és így hátra néztem, mert cuppogás hegyek, és hogy látom, már kilátszik a bugyja, meg mit tudom én mi. Most ezek után te, hogy mondjam, képzeld magad a helyembe. Nem tudom, milyen szakterületen dolgozol, de képzeld magad a helyembe. Kint vagy egy lakásban, mondjuk, mit tudom én, be kell foltoznod egy lyukot a falon. És ezt hallod, hogy hátrafordulsz erre a zajra, mert idegesítő, mert nem tudsz koncentrálni a munkádra, és azt látod, hogy a fickó belenyúlt a csajnak a nadrágjába a francia ágyon, és kilátszik a bugyja. Most ezek után te hogyan tudnál 100%-os munkát végezni? Tehát hogyan értékelnéd a helyemben? Tehát miért tesznek engem ki ilyen helyzetnek, mikor tudatosan, hogy mondjam, kihívnak egy ilyen helyre, egy ilyen munkát elvégezni, 5-10 perc lenne, maximum 15 perc. Esetleg utána beszélgethetünk, ha végeztem, de nem előtte, nem közben, a végén, érted? Mert akkor én is szívemből, lelkemből tudok már beszélgetni. De amikor ezt hallod, és kilátszik a csajnak a bugyja mögötted, utána már így megfeleződik a munkavégzésnek a... hogy hatékonysága, tehát 50%-ra minimum lecsökkent, az más, ez politika. Tehát 50%-kal csökkent a munkavégzésemnek a hatékonysága. Minimum!
Mert elvonták a figyelmemet ilyesmivel. Miért van erre szükség? Miért vannak ennyire hülye emberek a világon? Várj, jön a következő téma. Mondom, nem véletlenül jegyzeteltem, mert hogyha ezt nem tettem volna meg, akkor össze-vissza csapongonék úgy, hogy totál értelmet lenne az egész, és nem is tudnám átadni ilyen hitelesen, hogy emberek, akik munkát vállalnak szakemberként, és kimennek más embereknek a lakásába, milyen őrületes dolgoknak vannak kitéve, de már csak fokozni fogom. Azt mondja, bazd meg. Na hát ez, erre aztán tényleg iszok. Na, bocsánat, de hogy mondjam, tehát erre nem lehet nem. Előtte muszáj felkészülni. Nemrég beszéltem egy telefonon egy csávóval, és ezt így ő vetette fel, hogy minek volt kitéve, és mondtam, hogy ne viccelj, ez nekem mindennapos volt. Tehát az, hogy magánéleti problémák. Oké. Leredukálom. Mondjuk, hogy kihívom a saját lakásomra a tévészerelőt. Ez egy kurva jó példa. Mert volt kint tévészerelő nálunk, de tényleg 5 perc alatt megoldotta a problémát, nem is zavartuk. Egyszerű volt, nagyon-nagyon egyszerű volt a probléma. Viszont, amikor engem kihívnak, mondjuk számítógép probléma ügyében, hát ez egy kicsit bonyolultabb, mert egy tévé az vagy bekapcsol, vagy nem kapcsol be, aztán nézed. A számítógépen pedig vannak személyes adatok tárolva, fényképek, videók, mit tudom, nem faszom. Nem egyszerű a helyzet. Kérlek szépen, nem egy láncfűrészes videó. Egyszer annyira megmutatnám nektek. De már erre nem kerül sor, mert ugye nem megyek ki. Soha, többet, senkihez. De annyira megmutatnék egy-két élethelyzetet, és fognátok a fejeteket, hogy mennyire hülyék az emberek, érted? Leülök, és elkezdi vázolni, lassú, tehát alapeset lassú a számítógép. Jó, rendben, tőlem vásárolta, nekem ez rutin, 5-6 lépés, stb. Vagy esetleg vázolom, hogyha még aktuális, mit tudom, a hardveres fejlesztés még belefér, akkor mit tudom, valamennyi minimális összeg, de hogy ne kerüljön sokba. Ha még esetleg aktuális, de manapság már rohamosan fejlő, de nem ez a lényeg, hanem a magánéleti problémák felvázolása. Úgy, hogy ott ül a hátam mögött, és közben kérdezősködik. Kérlek szépen, milyen magánéleti problémák vannak, ami miatt elsírhatja magát egy hölgy, vagy egy férfi? Mind a kettőre volt példa, ezt fontos leszögeznem, hogy mind a kettőre volt példa. Elhagyta a férje, elhagyta a felesége, ott van 2 gyerekkel, ott van akármivel, meghalt a férje, meghalt a felesége, mindenre volt már példa, de nagyon-nagyon nehéz szituációba keveredek. SZITUÁCIÓ! Nagyon nehéz szituációba keveredek olyankor, amikor például meghalt a férje vagy a felesége, és ott ülök egy számítógép előtt, és én arra próbálok rájönni, hogy valójában mit szeretne tőlem, tehát hogy mi a problémája, milyen adatokat mentsek le, vagy mit kezdjek a számítógépével, amivel, tehát én arra koncentrálok, hogy ő elégedett legyen a munkámmal, hisz azért hívott ki. 1-2 percen belül viszont látom, hogy a könnyeit törölgeti, jó, én ezt megértem egyébként, de nem a helyén való, tehát nem a helyén való ember vagyok. Nem az az ember vagyok, akivel ezt közölnie kellene. Vagy jó, én megértem azt, hogy ki van borulva. Amikor elkezd sírni, meghalt a férje, meghalt a felesége, vagy apukája, anyukája, bárki. Ezek, hogy mondjam, minden nap megtörténnek emberekkel. Most is, ebben a pillanatban is valaki szomorú. Igen, velem is meg fog történni, meg én is meg fogok halni. Stb. De amikor én számítógépszerelőként rendszergazdaként, informatikusként kihívnak, nem arra számítok. Érted, hogy 2 percen belül ott ül mögöttem,
sírva fakadva, és arról beszél, hogy meghalt a férje, és hogy milyen nehézségeken ment keresztül, és hogy a végbelét kiültették ide oldalra, milyen fájdalmakon ment keresztül, ott ült mellett az el... Ezek, hogy mondjam, tehát... Ezt érti valaki, hogy mennyire nem vagyok rá kíváncsi ilyen élethelyzetben? Tehát, hogyha négy szem közt lennénk ezzel az emberrel úgy, hogy ne talán ismerném már őt valahonnan, de úgy, hogy vadidegen ember vagyok számára, és csak vett tőlem egy számítógépet, hát nekem ehhez mi közöm van? Tehát én mondom, kihívom a tévészerelőt, járt nálunk, nem most, mikor már évekkel ezelőtt. 5 perc alatt végzett, nem szóltunk hozzá, hagytam dolgozni, elment, de nem mentem neki oda feltárni a magánéleti problémáimat, mert semmi köze hozzá, nem ezért hívtam ki. Érted? Tehát mi ezen a nem világos, hogy nem a helyén kezeled a magánéleti problémáidat. Ez rohadtul bonyolult, érted? Nekem ehhez nincs semmi közöm, és rohadtul kínos, mert nem tudom, hogy hogy kezeljem az élethelyzetet. Ezt lehetetlen kezelni, amikor valaki ott ül mögöttem, és elkezd sírva fakadni, érted? Hú, basszus. Na, hát mondom, ennél csak súlyosabb dolgok jönnek már, úgyhogy ránézek a következő egy sorra. A saját írásomat nem látom. El sem tudom olvasni. Ja. Inkább írok egy korcsot. Mi vagy te? Rajnai Lizing, ez annyira nehéz lesz előadnom. Hát erre kell azt mondom, hogy basszátok meg! Ezért is, többek között ezért is, de ez az egyik legfajsúlyosabb probléma, amiért én soha többet nem megyek ki senkihez. Senkihez, és nem vállalok el semmiféle munkát, és nem veszem fel a telefont. Jó, kihívsz. Oké, fölhívod a telefonomat. És még hajlandó is voltam rá kimenni. Érted? Még hittem benne, hogy létezik ilyen, hogy én fölveszem a telefont, és egyszerű élethelyzet elé fogsz állítani, kimegyek, és engedni fogod nekem, hogy dolgozzak. Nem. Kérlek szépen, menet közben már vázolja, hogy az autója beszart. Akkor, ez nem is csak elég, a boiler is beszart. Vagy, mit tudom én, tehát rengeteg műszaki dolog van egy házban, ami... hogy mondjam, tehát így problémát okozhat, minél komfortosabb környezetben szeretnénk élni, annál több dologgal vesz magunkat körbe, annál több dolog megy tönkre, és mondjuk kihívtál, hogy oké, lassú a számítógéped, mert tőlem vásároltad, mondtam, ez nekem 5-10-15 perces mutatvány, és már nem is szeretnék többet ott lenni, tehát leveszem a cipőt, belépek, ne kínálj meg semmivel, engedje számítógépet, ez ne szólj hozzám, elköszönök, add a kezembe azt a kevéske pénzt, azt a 2-3 ezer forintot, és viszont hallásra. Tehát nem vagyok kíváncsi a magánéleti problémáidra, nem vagyok kíváncsi a szaró gyerekedre, nem vagyok kíváncsi arra, hogy ott azért smárolod a csajodat, meg belenyúlsz a bugyia mögé, semmi, a faszom se kíváncsi ilyenekre, érted? Én a munkámat szeretném elvégezni, de nem teszitek lehetővé. Ezért nem vállalom el. Ilyen egyszerű. Tehát, kimegyek? Az autója. De már a háttérben így folyamatosan sustorogja, hogy ilyen-olyan a vízpumpa, mit tudom én, önindító, akármi. De hát én a számítógépre szeretnék figyelni. Beírom, hogy MS-config, megnézem, hoppá, hát tele vagy, bazd meg. 35 dolog indul egyszerre. Automatikus indítás, mit tudom. Tehát én tudom ezeket, meg hogy ott van egy csomó dolog, ami nem engedi, hogy letiltsad. Már tudom, hogy miért nem engedi, hogy letiltsad a futását. Én azt is meg tudom akadályozni, meg tudom oldani, csak ne sustorogja fülembe az autód önindítójáról, a vízpumpáról, meg a
kurva anyádról, érted? Meg a faszomról. Menj az anyádba, érted? Nem vagyok kíváncsi se a boileredre, sem semmire, hisz nem értek hozzá. Az autódhoz. Autószerelőt hívjál, ahhoz se szóljál hozzá. Hagyd békén. Miért szokták kiírni, hogyha, mit tudom én, akar segíteni, akkor 5000 forinttal drágább. Vagy ha beleszólsz, akkor 10000 forinttal drágább. Ennyi, hagyd békén az autószerelőt, ha tényleg tudod róla, hogy autószerelő. Akik rólam mostanában tudják, hogy mihez értek, azok tényleg jöhetnek hozzám egyébként, de senki más. Ez nagyon meg van ritkítva, és nagyon-nagyon kevés ember, tehát akikhez én is ragaszkodom. Ezt én is kimerem jelenteni, hogy vannak emberek, akikhez én is ragaszkodom, és erre rengetegszer volt már példa, hogy idejön, hagyd dolgozni. Tehát ő hozza ide, aztán nem én megyek ki a lakására, ez fontos. Tehát már tudja rólam, hogy nem megyek ki sehova, senkinek a szaró gyerekéhez, meg az enyelgő pinájába belenyúlkáló feleségedhez, meg a kurva anyádhoz, érted? Nem, ide hozza a számítógépét, vár, itt mellettem, csöndben, és nem kell sok, 5 perc múlva bármiről beszélgethetünk. Mert 5 perc múlva kijelenthetem, hogy ez és ez van, vagy ez és ez lesz. És egy nap múlva elviheted, vagy most elviheted azonnal. És ezeknek az embereknek köszönetet kell a mai napig mondanom, amiatt, mert, hogy mondjam, tehát ők már az elejétől fogva, az első perctől fogva felismerték, hogy miről van szó, hogy a játék hogy működik. Ha én belépek a te lakásodba, akkor nem szaratod a gyereket tőlem egy méterre, úgy, hogy a bögyörőjét markulánsza, utána valami visító kacsát akar a kezembe adni, és mosolyogva rám nézel, hogy ezt nekem el kéne fogadni. Nem kéne elfogadnom, jó? Nem fogom soha elfogadni a kibaszott szaró gyerekettől a visító kacsóját, az se, érted? Meg semmit, nem. Ez nem erről szól, az ilyen munka. Vedd tudomásul, hogy amikor kilépsz, hogy mondjam, belépsz egy másik embernek a házába, ott ki vagyok téve a te hülyeségeidnek. És az az ember, aki képes felfogni, hogy nekem mire van szükségem valójában, ahhoz, hogy azt a munkát elvégezzem, amiért odahívtál, azt én megbecsülöm, aki ezt nem képes felfogni, nincs hozzá agya, azt elutasítom. Ilyen egyszerű a történet. És ez erről szól ez a játék a mai napig, és azt a két kezemen meg tudom számolni, hogy hány ember maradt, az, aki engem felkereshet, és felhívhat, és megengedem neki, hogy a számítógépét idehozza a műhelyembe, ahol éppen most ülök. Mondom, a két kezemen meg tudom számolni. Senkinek! Megyünk tovább. Bakker. Mondom, hogy emelem a tétet. Remélem, hogy nem lesz hosszú a film. Ha mégis hosszú lesz, akkor elnézést. De hát, erre mégiscsak inni kell. Ez borsos berény! Üdvözöllek benneteket borsos berényben! Nem fogom elmondani, hogy ki volt ő. Egészségetekre. Kibaszott cigánytelep volt az egész lakás, meg az egész környék. Erre nem tudok mit mondani, a full igénytelenség, és nem tudod, hogy hova hívnak ki. Tehát fölhívnak telefonon, nem tőlem vették a számítógépet, csak valakitől adtak a telefonszámomat. Nem tudod, hova mész ki, nem tudod, mire számítasz. De ugye bízol benne, hogy csak kimész egy helyszínre, oda bemész, és 5 perc múlva kijössz, vagy 10 perc múlva, 15 perc múlva. A nagy faszt bazd meg. A nagy lófaszt, a nagy gecit bazd meg. Kibaszott nagy cigánytelep, érted? Iszonyatos kupleráj, megállsz, azt sem tudod, hogy kéne leparkolni, mert mindenhol van valami szemét. Inkább távol állsz a háztól meg, inkább elmész az utca végébe és megfordulsz, hogy már irányba legyél, hogy tudjál menekülni, ha hirtelen ki kéne rohanni a házból. Erre én már készültem egyébként fejben, mert ki is jöttek, érted? Tehát megálltam a ház előtt, hallották az autó hangja, zöld Suzuki volt még. Érdekes módon, érted, rögtön kijöttek mind a hárman a házból, apuka, anyuka, kislány,
mintha a Nyomorultak című filmet vetítették volna elém, és akkor már, tehát akkor már nem volt menekülési útvonal, akkor elmentem az utca végébe, megfordultam, és irányba állítottam az autót, mert bemegyek, leültetnek az asztalhoz, és tele van, tehát én is szoktam szotyizni, meg tökmagot, szeretem a tökmagot, tényleg van tökmagol, ahogy ugye prostata problémák, a szotyi, meg stb. Tehát ezek ilyen jó dolgok, tehát a cigányok nem véletlenül árulják a stadionok környékén meccsen, meg stb. Meg ugye a stadionok nem véletlenül vannak tele utána tökmaggal, meg szotyi héjjal, de itt leültettek az asztalhoz, hát bazd meg, én még ennyire szétganézott szobát, meg szét, várj, tehát eleve az asztal terítve volt tökmaggal, meg szotyival. Tehát én is szoktam itt, de itt nem találsz. Tehát van mellettem egy zacskó, és akkor abba bele nyom a tökmag héját, meg a szotyit, és aztán elviszem a kazánházba, az kész. Elégetem. De nem fogom szétszórni az asztal, a saját asztalomon. Illetve a fehér billentyűzet ilyen, valahogy ilyen fekete ujjaktól, mint a niggerek izé billentyűztek volna. Tehát tiszta kosz volt minden. És próbálták vázolni, hogy mi a probléma, egyáltalán nem az volt a probléma. Tehát rohadtul soha nem az a probléma, pont ez a baj, tehát mindig vázolja. Nekem megpróbálják magyarázni egy ilyen helyen, hogy mi a probléma. Nem az a probléma soha, amit ők vázolnak. Soha nem az a probléma. Itt teljesen más probléma volt, kérlek szépen. Nem kapcsol be a számítógép. Jó. De hát, hogy mondjam, tehát milyen faszér van, hogy mindig nekem kell ezeket felismerni? És miért pont ilyen faszom helyre hívnak ki? Kúfanyátokat, érted? Nem kapcsol be nekik a számítógép. Jó, rendben. Oké. Kihúzom a tápegységet, hát ha azzal van a gond, kicsit lenullázom, áramtalanítom az egész rendszert, visszadugom, semmi. Gondolkodok. Jó, leveszem a számítógép oldallapját, belenézek. Hát az egy dolog, hogy mindenféle dolog van, lekvár van benne, csirkecsont van benne, zsír van benne, por van benne, azt mondta, hogy tehát olyan kibaszott igénytelen hely, érted, hogy ezekre a helyekre, érted, zombiknak kell menni. Igen, itt a legjobb szó. A zombiknak kell bemenni ilyen helyre számítógépet szerelni, nem nekem. Nem véletlenül fejeztem be. Na mindegy. Kis idő elteltével gondolkodom rajta, hogy hát ha a számítógép tápkábelével van probléma, kontakthibás, mit tudom én, miért nem kap áramot, vagy mit tudom én. Mert hogy a monitor az kapott áramot, mert az egy másik dugóba volt bedugva. Hát bakker, a fali ajzatban el volt égve a 220-as tápvezeték. És azt én értem, hogy ők ilyen igénytelen helyzetben képesek élni egy emberi életet, és képesek arra, hogy valakitől megtudják a telefonszámomat, aki informatikus, számítógépszerelő, rendszergazda, és képesek felhívni, képesek kiszaladni elém, és én meglátom a nyomorultakat, érted, lepusztulva, és bemegyek, és olyan kibaszott, igénytelen körülmények vesznek körül, hogy okádva menekülnék ki, és erre is került sor majdnem, érted? Majdnem okádtam, de menekültem. De hogy mi a lényeg? Képesek voltak úgy kihívni, hogy pontosan tudták, hogy nincs egy fillérjük sem. De ha ezt előre megteszik, előre közlik velem, érted, hogy nincs pénzük, nem tudnak fizetni, de szeretnék, ha helyrehoznám a problémát. Helyrehoztam, pontosabban nem forrasztottam ott meg nekik a konnektort, csak megmutattam nekik, hogy mi a probléma. És hogy egy másik elosztóba dugjanak be egy hosszabbítót, működni fog a számítógép. Ennyi. Tehát helyrehoztam valójában a problémát. De a végén közölték, hogy ne haragudjak, de nincs náluk éppen pénz, mert majd ekkor meg ekkor lesz majd pénzük, meg mit tudom én mit, és most nem tudnak fizetni. Ez az embernek szarul esik, érted? Kibaszott szarul esik. Mert, érted,
közöld előre, akkor nagyon-nagyon szívesen kimegyek és megcsinálom. Nagyon szívesen megcsinálom. De legyél velem korrekt ember. Közöld velem előre a tényeket, a helyzeteket, mert ez nekem haló, nem haló, hatalmas csalódás emberileg, hogy ilyen emberekben, nem elég, hogy ilyen körülmények között élsz, hanem hogy ilyen körülmények között ezt teszed velem, mert ha ilyen körülmények között élsz, legalább emberileg, tedd meg velem azt a szívességet, hogy előre közlöd, és én akkor ezekről a körülményekről nem veszek tudomást. Akkor kimegyek, megcsinálom, és utána rád bízom. És volt már erre többször is példa, érted? Tehát, hogy ne nézzél engem hülyének, mert ilyenkor engem hülyének nézel. Undorító, ez undorító, mert ha előre közlöd, szívesen elvállom, szívesen segítek. De bocs, nyálam megy minden irányba. Ez nem akadály, soha nem volt probléma részemről, hisz 20 év van mögöttem, többször megtettem már, amikor valaki, hogy mondjam, tehát őszintén bevallott, hogy egy kibaszott kanyi fillér nincs a zsebében, bazd meg, mert a gyereknek kell, érted, iskolapénz, akármi, kenyér, benzin, stb. Én is ugyanebből élek, én is ugyanebben a helyzetben vagyok, ne csinálj belőlem hülyét, érted? A legundorítóbb, amikor hülyét csinálsz belőlem. És erre azt mondom, hogy a kurva anyát, többet nem megyek ki senkihez. Nem szeretem a meglepetéseket. Jön a következő. Utolsó. Hát ez kurva jó. Na jó. Bazd meg. Hát ezen szakadni fogtok. Jó, hát ebből kettőt is el fogok mesélni talán. Na jó, egész. Iszok egy korból. De fel is olvasom. Amikor a titkárnő geci. De csak egy... mondom, el sem tudom olvasni. Ja, de csak egy szimpla kis titkárnő, aki biztosnak érzi a feneke alatt a széket. Amikor a titkárnő geci, érted? Tehát valaki kihív, volt már, hát erre rengeteg példa volt. Amikor még kibaszott igénytelenül, érted, ilyen kolbászsíros pólóba, éppen ettem a kolbászt, valamelyik igazgató a környék cégtől fölhív trétságon, valami buzi ilyen szar cégtől, amelyik fizet 160 bruttót, azt éppen így törölgettem a kolbászsíros kezemet, érted, megyek ki, és akkor ott van a titkárnő, ott meg a nagy minek hívják ezeket a nagy kétajtós faszomokat, ilyen tölgyfajtó, nem megy be, mit képzel, stb. Van előjegyzésről? Ó, mondom, bazd meg. És ránézek, na figyelj csak ide, bemegyek. És akkor bemegyek, és akkor a fickó persze örül nekem, mert szarrá van menve a számítógépe, de ugye a titkárnőt nem értesítette arról, hogy engem kihívott. De mondom, tehát erre már többször volt példa. Nem akar beengedni valaki arra a helyre, ahova engem kihívtak, és ilyenkor ránézek, hogy figyelj, én akár be is rúgom az ajtót, leszarom a következményeket, bemegyek, és elvégzem a feladatomat, mert te egy kis buzi titkárnő vagy, aki itt azt hiszi, hogy mindenki fölött áll. Na jó, de hogy erről miért jutott? Ja, megvan. Mi van a... Úgy van a Gizella út, Ilka utca. Mi van fölötte? Budapest. Gizella út, Ilka utca. Mi a következő utca? Párhuzamos utca a Gizella utcával, most nem jut eszembe a neve, bocs, ez így fejben most nem megy. Volt egy cég, volt egy közvetlen ismerősöm, és volt az igazgató. Az igazgató felhív, hogy hát ott elbaszódott az egész rendszer, de nem is tőlem származott, és számomra ismeretlen a rendszer volt, tehát én először jártam ott, csak hallott rólam. Tehát neki volt ott egy alkalmazottja, aki az én ismerősöm, és ő ajánlott engem. Tehát én fogalmam nem volt ott, hogy milyen rendszer volt kiépítve, vagy bármi, de semmit nem tudtak üzemeltetni.
Tehát a lényegesebb dolgok nem mentek nekik aznap reggel, fölhív, hogy hát ez meg ez vagyok, meg stb. Én meg ez vagyok. Én vagyok az Volenszky Zoltán a Google. Menjek ki, mondja, milyen utca Bakker, faszom. Na mindegy. Tehát ez 500 méteren belül volt. Kimegyek, becsengetek, de ugye ez ilyen kaputelefon, tehát ez ilyen több emeletes ház, több szintes, ott több cég, és ez talán a harmadik szinten volt, vagy a faszom tudja hol. És ugye csengetek, és eleve a beköszönő hang a titkárnő részéről, tehát ezeket, hogy mondjam, az ilyen titkárnőket, nem tudom, addig kéne rugdosni, amíg föl nem ismerik, hogy ilyet nem szabad tenni. Tehát nem szólunk bele a kaputelefonba, hogy IGEN! Tehát nem tudom, menstruált, vagy nem baszták meg reggel, vagy... Tehát hogy képzeli azt, hogy mehet beleszólni egy kaputelefonba így, hogy engem hívnak ki? Tehát ők hívnak ki engem! Mármint a cégtulaj, de ő, a cégtulaj az már elment. És akkor tudod, megnyom a kaputelefont, hallom, hogy... Igen! És az agresszivitás az első másodpercben. Hát le vagyok blokkolva ilyenkor, tehát mi a kurva nyelvet képzelsz magadról, bazd meg? Tehát ti hívtatok ki engem. Hogy merészelsz ilyen hangnemet megütni, amikor azt várod el tőlem, hogy én oldjam meg a te problémádat? Tehát hogy a faszom vagy össze ahhoz, bazd meg, érted, hogy én oldjam meg a te problémádat? Tehát ilyenkor legszívesebben nem tudom, mit küldenék fel, talán platinium, nem, plutónium bombát, nem platiniumot, az nemes film. Plutónium bombát küldenék fel a lifttel. Hát volt egy kis... Tehát vannak egyébként ilyen nők, ez egy kibaszott csinos nő volt ezeként, ezt hozzá kell tennem, csak egyedülálló. Tehát gyönyörű mellei voltak, gyönyörűen volt fölöltözve, nagyon-nagyon szép külsővel rendelkezett, csak mocsok belsővel, de ez azt hiszem nem ritka. Tehát nem ritka az ilyen jelenség, hogy kibaszott csinos külsővel rendelkező nők szinglik. Ő szingli volt. Tehát... Ez ki is derült közben, mikor ott csináltam a számítógépeket, mert ott ez is elkezdett rinyálni, hogy nincs egy normális pasi, meg mit tudom én a faszom. Ki kíváncsi erre, érted? Nem vagyok kíváncsi a magánéletedre, neked sem vagyok kíváncsi a magánéletedre, főleg ilyen kezdetek után. Faszom. Nem. Érted? Tényleg. Hatásszünet, csöngetek, beleszól, elcsodálkozok, és aztán... Próbálom ki válaszolni, hát már bocs, de ez meg ez, tehát a főnököd jelezte, hogy problémáitok vannak. Jó, harmadik emelet! Te ez mi ez, börtön, bazd meg? Én nem börtönben élek, te élsz börtönben, nem én. Tehát ilyen jelenség van, hogy ilyen, tehát azt lehet mondani, hogy kurva csinos csaj, csak olyan mocskos belsővel rendelkezik, érted, hogy senki nem képes mellette megmaradni. Ezt be kell valami őszintén. Bemegyek, és ugyanez a mentalitás,